be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Nagyon jó találkozni veletek, és boldog új évet kívánok. Hát mi is, neked. Na, neked még elnézem ezt a boldog új évet. Már senki másnak, de neked abszolút. Mert pont erről beszéltünk tegnap előtt, hogyha még valaki azt mondja, hogy bújék, már mindenkit a hidegráz, de te olyan helyesen tudod ezt mondani, hogy neked ezt most elnézzük. Békés új évet szoktam kívánni, az is B betűvel kezdődik. A boldog szó már nagyon elcsépelt, meg hogy mit jelent, kinek mit jelent a boldogság. És, pont azért jó a boldog, mert akkor mindenki azt gondol róla, amit akar, nem? Hát szerintem ez már elcsépelt. Nekem inkább a békesség az, ami visszaadja ezt a gondolatot, így az év végén főleg. Békés remélem, tudhatok ti is pihenni, Balázs, te nem biztos. De, képzel, egész nagyon kellemes kis karácsonyunk volt, igen. Oh. Meghitt hangulatos igen. Családi. Új a hajad, vagy meghalt a fodrászod? Mi történt? Mert hogy más vagy egy kicsit, azt látom. Nem, csak az egyik kezét vesztette el, ahogy látom. Kicsit úgy belőve, kicsit ferdére ki, zselével meg, fölturbosítva. Mi van? Nagyon? Egy másik fodrászhoz mentem el, de majd vissza fogok térni a régi mesterfodrászhoz. Ez jó. Pedig. Kicsit modern. Ez az igen. A média szereplések miatt így megújultál. Kicsit tépet, kicsit vagány. Jobb ez. És így, hogy ennyit vágattál belőle, a régi álmod is megvalósult, fogytál. Nagyon kedvesek vagytok, igyekszem. Na, hát hogy teltek az ünnepek, Gábor? Gondolom, hülyére zabáltad magad, ugye? Te az a típus vagy, aki így leül és úgy nekiáll. Mi volt a menü? Mesélj egy hát kicsit. Hát ilyenkor új receptúrákat is kipróbálunk. De hát nem az a cél, hogy sokat együnk, hanem hogy új ízeket is kipróbáljunk. Próbálkoztunk új hamis gulyással, és lencsegulyást is nemrég fogyasztottam, egy fantasztikus volt. Ugye a zöldségeket megpirítjuk, megpároljuk kis hagymán, és a lencsét hozzátesszük, fűszerezzük, és egy nagyon jó gulyásos íz. De a füstölt szalonnát meg a füstölt csülköt kiáztattad előtte, ugye? Rendesen, három napig ismerve Gábort, igen. Füstölt gabonakolbász kerül bele, és az íze nagyon hasonló egyébként, mint a valódi gulyás, de jól hallottam, mert nagyon sok mindent meg lehet tudni ebből a műsorból, hogy a szalonnát azt Feriek használták. Kivonja ízét, a rozsdát a lábból. Szalonna, ecetes szalonna, azt rákötöd a szögment a lábamba, és semmi bajom nem lett, képzeld el. Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert hogy a külsőleg... A szalonna miatt, vagy az ecet miatt? Külsőleg használtad a szalonnát, és nem belsőleg, és ez egy kicsit pozitív. Meg a sertészsírt rá kell kenni a... Melkasra kenni. Igen, ugye az működik. Ha. Látod, ezek ennyire jó dolgok, és te elvonod magadat ezelől. De miért nem a mentolos különböző krémeket? Mert akkor még nem volt, tudod, én vidéki gyerekek, 40 éve történt ez az esemény, és akkor ez volt. Avas disznózsír viszont volt otthon. Nem avas, avas volt a keresztanyát térdek alá, a fiam az. Mi vigyáztunk, hogy ne essen bele semmi, hogy ne mindig elfogyott, mielőtt megavasodott volt. Meghallottam ezt a pókhálós esetet, hogy a pókhálóban van antibiotikum? Igen. Attól függ, hogy mit szed össze a pók, és merre jár. Gyógyítás szempontjából a pókhálót éppen tényleg sok mindenre használják. Tehát igen, a gyógyászatban beszéltünk is, hogy a földünk legerősebb szövete a pókháló, de hogy miért van benne antibiotikum, hiszen a pókhálóval ugye megkötözi a pók, ugye? Azért ne fájjon az állatot. Ne fájjon, igen. Nem hülye a pók se. Kezeli is egyébként, igen. Fertőződjenek el a sebei, az áldozat. Igen. Szóval készítettünk reformálkos kupát, természetesen nem fehér kifliből, jó rásütöttünk, megsütöttük, és fantasztikus volt. Aztán volt gombás zöldborsó pörkölt, így az ünnepekkor egy kis bulgurral. Nem készítettünk viszont töltött káposztát, remélem, hogy nem okozok ezzel csalódást, viszont töltött paprikát igen, dióval. Volt fokhagymás rántott zabszelet, volt reformbejgli, datojás kocka, mint sütemény, és zablisztes gofrit is készítettünk. Kutya fáját, hát egyre jobban sajnálom, hogy nem voltam ott. Nem, Ferinek is látom, könyvbe lábadt a szeme, Feri, hogy ezeket így hallgatod. Te ott éjjel halnál. Most fölhívom anyámat, hogy jövőre semmit. Tehát ne csinálja a töltött káposztákat, a sült kacsákat, nem kell. Ezeket én megkóstolnám, jól hangzik az összes, és tök idegen. Szóval, hogy majd bulgurt eszünk. De volt párok káposzta ugye a kacsa mellé, vagy nem volt? Volt, de hát azt csak úgy mellé szoktuk tenni dísznek, tudnálunk, az nem egy slág. Lehet, hogy rákottan a Feri is egyébként. Egy vacsora vagy egy ebéd nálatok, aztán már nyaralni és Bulgúriába menni. Szerintem abból verekedés lenne. De ha csak a Feri nem vinne magával valamit. Ki kell mennem egy pillanatra, és ott elővarázsol a valahol a belső zs
zsebből egy fél oldal. A kocsiba, igen, a kocsiba szeletelni a kolbászt, mindig kimenne 5 percig. Kimegyek dohányozni, jövök mindjárt, így ott lógna a tükörről a kolbászt. Ez bulgurzsír. Az a baj ezzel, érted, hogy már maga az étel neve, amikor azt mondod, hogy hamis gulyás, hazudsz, érted? Megpróbálod becsapni magad és a szervezetedet. Hát ez a baj ezzel, Gábor. Nem, ez nem hazugság, ez szerintem igaz, mert... Hamis gulyás. Mert hogy azt üzenjük, ugye olyan szavakat kell találni, hogy mindenki értse. Tehát a gulyás szót nem hagyjuk ki, de az félrevezető. Ezért kell mondani, akkor találjunk egy másik kifejezést. Mm-hmm. Reformgulyás. Az, hogy reformgulyás. Főz, mondasz, hogy főd zöldségek. Tudod? Akkor eltalálod, amit eszel. Főd zöldség. Ja, egy kis vízzel és hagymával. Így, ennyi. Főd zöldség. Így is mondhatod, vidékiesebb, és akkor mégiscsak. Ne használjuk nem a gulyás szót, mert a gulyásban van tartalom. Az maga az élet eszenciája. A hússal, a zöldségekkel, a gyönyörű fűszerezéssel. Kinek zsibbad a lába, mi? Kinek zsibbad a lába, senki. Mert zabálod a húst. Nem zsír, már régen nem zsír. Kinek... Jobb azt mondta, már régen nem eszem húst, megleptél volna. Kinek tiszta disznózsírom el kasa. Kinek tiszta zsíros még a haja is. Figyelj, a lencse megtartja a vitaminjait, amikor így főzzük. Igen, igen, megtartja. Olyan vitaminok vannak benne, olyan B-vitaminok, amelyek hő hatására nem bomlanak el. Ezen kívül foszfor, kálcium, magnézium, a cink és a réz, ugye, ami a D-vitamin működéséhez kell. Hát ilyenkor a téli időszakban szerencsés volna, hogyha nem csak ugye az ünnepekkor, meg szilveszterkor, hanem utána is ezt megtartanánk. Már csak azért is, mert hogyha évente mondjuk összesen valaki háromszor eszik lencsét, akkor ezzel pont azt érje, hogy nem lesz jó az emésztés. Tehát puffadni fogsz tőle, mert ugye ezek hüvelyesek. De ha valaki gyakrabban eszik és kevesebben, akkor a szervezet megtanulja megemészteni, és sokkal jobban fog felszívódni. Tehát ezeket rendszeresebben érdemes. Kicsi lila hagymával remek lencsesalátát lehet egyébként csinálni. A vörös lencséről azt meg akartalak kérdezni, mert abban az a jó, hogy a sokkal gyorsabban kész van, nem kell beáztatni. Ugyanúgy kis lencse alakú, csak piros színű, amikor megveszed, főzés után már nem. Abban ugyanúgy megvannak ezek az anyagok? Ugyanúgy, sőt a vörös lencsét azt értékesebbnek tartjuk, mert karotinok vannak benne, tehát ettől vöröses a színe. Ez még értékesebb. Viszont ha szabad elmondani, egy kedves szakember kollégám átvett külföldről egy olyan kis formulát, amivel ilyen antibiotikus hatást ér el. Ezt ha szabadna elmondanám, egy csésze fokhagymát, egy csésze vöröshagymát, egy csésze tormát, csilipaprikát és gyömbért vesz. Mindegyikből egy csésze, ez kb. 2 deciliteres űrtartalom. Ezeket apróra vágja, és hát régebben pálinkában tették, ezzel szétmaradták, újabban már almaecettel, ugye, mert nem mindenki fogyaszt alkoholos italt, almaecettben szétmaradják, több hétig ez áll ott a kamrában, aztán később leszűrik, és a hűtőbe tárolják. Most elképzelhetitek, hogy ebből hogy a 4-5 féle anyagból időnként meg kell szellőztetni a kén miatt, de több család is ezt fogyasztja az országban, és soha nem betegek. Ugye a fokhagyma, vöröshagyma, gyömbér, csilipaprika és a torma, ezekben olyan komplex hatanyagok vannak, amelyekből egy kis kanálnyi, ezek az eszenciájából. De aztán ezt így összekeveri, vagy pedig külön-külön? Ezt összekeveri, állni hagyja, időnként föl kell keverni. De leszűrik. Ennek lesz egy ilyen seprője, és akkor ahogy áll ebben a maró hatású anyagban, idézőjelben, az kihozza belőle az értékes anyagokat, és aztán ezt leszűri, tisztán, teljesen tükrösre szűrik, hogy ne romoljon meg később. Nem is fog egyébként ez megromolni, hűtőben tárolják. És minden reggel egy kis kanára lesznek belőle. Nem okoz semmilyen felmaródást, nem kell ettől tartani alapvetően, bár érzékeny gyomorúaknál nyilván azért ezek elég érdekes eszenciák. De ezekben olyan komponensek vannak, amelyek a tüdőben, a különböző hajszálkapillárisokban egy olyan jó vérkeringést hoznak létre. Szóval ez úgy nevezik, hogy tüzes víz, végül is. Ennek van egy neve, egy formula, és használják sokan. Mondd el még egyszer az összetevőket, ez nagyon érdekes. Egy csésze fokhagymát, egy csésze vöröshagymát, egy csésze tormát, csilipaprikát, és gyömbért. És gyömbért. Apróra összevágva, nem kell turmixolni, apróra össze kell vágni, és be kell ebbe a vagy az egyik, vagy a másikban áztatni. Mindegy, milyen százalékos almaecet, mert abból is több van. Ugye? Tök itt az a cél, hogy minél magasabb. Tehát szinte tiszta. Igen, ecet legyen, almaecet, vagy alkoholos. És csak, hogy ellepje, vagy mennyit? Igen, illetve... Gondolom, hogy kiáztassa, nem? Tehát, hogy ellepje, ázik benne, és akkor bőven, utána szűrés. Bőven el kell lepje, tehát bőven, és az leülepszik az aljára, és dolgozik az anyag. Időnként ugye meg kell szellőztetni, meg kell keverni, mert valóban illata lesz ennek. Viszont ami ebből képződik, ezt nem tudjátok fölvenni egyszerűen élelmiszerek által, ez egy olyan idézőjelben természetes gyógyítóanyag. Na most, aki a csilipaprikát kihagyja belőle, az nem gond, mert nagyon csípős is lesz ennek az íze, tehát ebből kihagyható valamelyik. De ez a lényeg, hogy így ez működik. Jó.
Azoknak ajánljuk, akik egyedül dolgoznak, mert hát a kollégákat... A fokhagymát is ki lehet hagyni belőle, hogyha nem akar valaki fokhagyma illatú lenni. Uh-huh. Illetve a gyöngyös és a hagyma. Igen, marad az almácet, de ha nem tetszik, így ávizet tudod. Így van. Ez egyéb vitamin is. Igen, ma mellett sertészsír. De jól hangzik, ez jól hangzik egyébként. Hoztam magammal egy témát, egyébként, ugyanis ahogy itt szörfözgetek az interneten, azt látom, hogy januárban mindenki nagyon sokan itt változtatni akarnak, és ez a szokásos felvetődő, felmerülő téma, hogy mit csináljak januártól az életemmel. Mekkora hülyeség ez gyerekek, és mekkora önbecsapás. Épp erről szeretnék beszélni, hogy itt jó volna ezt a témát, hát most így fogalmazom, hogy helyre tenni, mert januárban az emberi szervezet nincs felkészülve a tisztulásra. Szeretném elmondani. És ez egy tévhit, én legalábbis tévhitnek tartom, aztán lehet velem vitatkozni. Tehát tavasztól indul meg a szervezetben a méretelenítési folyamatok döntő része. Napsütötte, órák száma növekszik, tehát amikor a növények is kezdenek ugye működni, az emberi szervezet is aktívabban működik. Tehát aki ilyenkor méregtelenítani, tisztítani akar, én azt mondom, hogy majdnem a lehetetlennel próbálkozik, és akkor ilyen ígéreteket olvasok az interneten, hogy egy hét alatt fogyál 5 kilót, és ebben az a baj, hogy aki januárban elkezd fogyni, az szinte biztos, hogy rá fog hízni erre februárban. Kizárt, hogy ezt folytatni tudja, hogy én személy szerint lebeszélném a kedves hallgatókat arról, hogy a drasztikumokat, a nagy változásokat most hajtsa végre. Télen eleve raktár az a szervezet, gondolom, nem? Tehát, hogy az egy ösztön genetikailag, téli hogy zsírt alvás, halmozol, téli alvás, raktározol. Téli alvás van a szervezetben januárban, tehát ilyenkor megtartás van, és könnyű regeneráció. Tehát én nem vagyok a detoxikálás ellen, de ilyenkor nem tűzünk ki nagy fogyókúrákat, mert nagyon vissza fog ütni. Erről lebeszélek mindenkit. Azokat a plusz zsírtartalékokat, plusz idézőjelben mérgeket, amiket fölvettünk december közepétől kezdve, nyilván egy mértéktartó, zöldségekben gazdag étrenddel, különösen a paradicsomot javaslom, a vitamin paprikát és általában a zöld paprikát, a céklát, tehát lereszelem a céklát, hozzáadok egy kis lenolajat, olívaolajat, egy kis fokhagymát, egy kis reszelt tormát, sárgarépát. Tehát lehet ilyen salátát. Sima cékla lé, mondjuk jóval drágább nyilván, de hogy az jó. De ez bizonyos idős intervallumig lehet, mert utána elkezd a vese valaminek nem örülni, nem? Úgy vagy céklát egy 2-3 hónap hétig iszol, és hát utána ürítesz. 4-6 hétig a cékla az oxalátos, nem nagyon okoz vesekövet, azért vigyázzunk vele, úgy, ahogy a spenót is. A cékla kúra az igen jó. Én megmondom őszintén, ilyenkor magát a céklát fogyasztanám, nem csak a levét, mert a rostokra azért szükség van. Tehát ugye december közepétől végig nem volt annyi rost a szervezetünkben, túl sok volt a zsíradék, a vaj, stb. Ilyenkor csökkentem a dióféléket egy picit, adom a zöldséget, savanyú káposztát, a grapefruit, a déli gyümölcsök között a grapefruit, és a citrom, ami hasznos, mert ugye ezek úgynevezett aromás gyümölcsök, tehát tisztítja az epét. Az epénk nagyon szenvedett valószínűleg az ünnepek alatt, és ilyenkor epetisztítást azt lehet végezni. Hát a Ferinek konkrétan elköltözött az epét. Nem, pont az enyém nem. Az enyém nem. Politikai menedékjogot. Az enyém élvezte. Feri, mi az ott az erkélyen, kérdezték a vendégek. Ki költözött az epém? Az enyém élvezte. Megpróbált leugrani. Az, hogy a hamis gulyástól szenved, az mi? De az enyémtől nem szenved. Annak örülök egyébként, hogy a paradicsomot behoztad, mert januárban azért a hazai paradicsom, az dübörög, mint az állat. A fóliás az van, nem? Hát nem nagyon. Nem az igazi. Ha nem jó az íze. Paradicsom lé. Tehát, ugye a nyáron eltett paradicsom lé. Az a nyáron van, a múlva kezdünk eldurvulni. Ugyanis a likopin, az teljesen hőálló, tehát minden likopin benne van a paradicsom lében, ráadásul az itthon hazánkban készült paradicsom levek, 100%-os levek jó minőségűek, nem tartom abszolút problémásnak, és ilyenkor ezeket nem mondom, hogy lehet vedelni, de egy fantasztikus, jó paradicsomos ételeket lehet készíteni, már csak azért is, mert a gyomrunkat is megkínoszta azért ez az időszak, és a gyomorsav termelés időnként zavart szenved, ezért nehezebben emésztünk egy picit januárban, és a paradicsommal nyilván, akinek nincs túl sok gyomorsava, azoknak mondom, hogy a paradicsomos ételek ilyenkor ezért jobban emészthetőbb. Gyerekek, ez jó! Én ezt megcsinálom, ezt a dúzos üveget. Már melyiket? Már most melyiket, amit ez öt komponenses dúzos üveges. Én erre kíváncsi vagyok. Balázs, meg a Gábortól, mert akkor náluk lesz a szag, nálad meg az eszencia. Majd, amikor elkészült. Megcsinálom nálatok, és amikor elkészült, akkor elhozom. Ha gondoljátok, akkor megkérdezem a... Mennyi ideig kell állni?
meg fogom ezt nézni, mert a kollégám ezt készíti is, ezt a formulát, hogy hát, ha tudnék nektek hozni ebből a kóstolót. Nem akartam teljesen egyértelműen erre kiukadni, de örülök a felvetésnek, Gábor, mert a következő az ez lett volna, hogy megcsinálom, ha nem hozol. De természetesen nagyon örülök neki, ha hozol egy ilyet. Évekkel ezelőtt sokáig és sokan vásárolták is, használták, megnézzük, van-e még a piacon. Igen, gyártják el. Csak arra kell, hogy vigyázz, hogy Balázs ne a szerkesztőségbe törje el az üveget. Ha nem már ott ismersz. Az a baj, hogy ismersz. Igen, és tudod, hogy jössz bereges. Mi ez? Bocsi, hogy az asztalod alatt basszus, hát nem belerúgta. Igen. Ja, és elfelejtettem nekik szólni, hogy a fokhagymát vegyék ki belőle. Egyébként a Silva Lekvárt ajánlom, tehát minden, úgymond ezeket az eltert dolgokat ilyenkor föl lehet pihenni. Ugye a Silva Lekvár nagyon magas. Azt ajánlhatod, hoztam be egy üveg, a Balázs asztalán találtam meg tegnap, ma belőle kb. Az 1/6-oda. Tehát, hogy ő ne, na, nyitott kapukat döngetsz nála. Én úgy örültem, nem volt ráírva, hogy Jani. Igen, csak az, hogy Silva. Van még egy étel, amikor ilyenkor nem Silvának hívnak. Ki ez itt? Ki lett itt? Silva? Van, nem tudom, ti spenót pártiak vagytok. Nagyon szeretem. A spenót ilyenkor kifejezetten védőétel januárban használjuk. Aki szereti, aki jól el tudja készíteni, mert attól is... Ezekben a Mirelit, tudom, szentségtörést követek el, de... Nem, hát az Gábor sokszor elmondta, hogy a Mirelit az egyik legjobb. Mirelit zacskózott, van benne még valami? Ha a gyereknek csináljuk, marad benne, mert hűtik, fagyasztják, utána én fölfőzöm. Hát frissen fagyasztják. Nyilván, hogyha tárolnák hetekig, és utána fagyasztanák, akkor nem, de frissen, ahogy ez elkészült le, vagy betakarították, adnak egy blansírt neki, amennyiknek szükséges, még az ötborsónak, a zöldségféléknek, és ezt rögtön lefagyasztják, és 12 hónap alatt a C-vitamin maximum 10%-kal csökken a fagyasztás, vagy mínusz 18 fokon. Igen, én a blansírt nagyon szeretem, most is megnéztem az SMS-eket, hogy ki küldött, és a blansírt. Igen. Én jóban vagyok. Szeretem a blansírt, állandóan SMS-ezünk. Én a múltkor megmondom őszintén, nem ismerem, de nagyon örültem neki, hogy panírt. De szerintem félre ment. Jó. A spenót levélre visszatérve, csak egy pillanatra, hogy lehet kapni ilyenkor is frisset, a baby spenót levelet, remek saláta, és egy ilyen préselt, lesütött császárhús mellé gyönyörű salátát lehet a spenótból csinálni. De vártok egy pillanatot, elmegyek Gyömbér. Hogy vártam már ezt? És akkor te is diétázol ilyenkor, Gábor? Tehát finoman átállsz ezekre, amikről beszélsz? Nyilván nem, tehát kicsit pihenteted. Én folytatom az őszi programokat, étrendi programokat, tehát ma is árpakása volt reggel, csak az a különbség, hogy kandírozott aloét tettem hozzá. Ez egy már akartam kérdezni, hogy mit reggeliztél. Ünnepekről maradt kis csemegem, fantasztikus. Sport. Tehát januárban azt gondolom, hogy nem az étrendben hozunk létre igazán nagy változásokat, hanem a mozgáskultúrában. Te mit csinálsz egyébként? Csinálsz valamit? Bikram jók. De ezt komolyan kérdezem, hogy sportolsz valamit? De régen sportoltál. Igen, edzőterembe járok újra, és igyekszem nézelődni, vagy csinálsz valamit? Stirölni, vagy... Igen, a spinninges lányokat szoktál. A spinninges lányokat stirölsz, vagy közel... De mit, kardiózol, vagy rendes kondi edzés? Most vagy már kardió? Most már kardiózok, mert szükség van rá, és hát a futópad, meg azok az aerob edzések, amik segítik ugye a szívműködést. De semmi gyúrás? De van. De ortodox régi vonal. Emlékszem, annak idején, amikor elkezdtem, akkor mindig az volt az, hogy nagy súlyt emeljünk, de ugye az ember 40 éves korban már ügyel az izületeire, és inkább az a cél, hogy a keringés, a szív, tehát ugye ülő munka mellett, szellemi munka mellett muszáj, hogy sportoljunk. Úgy hallottam, hogy Balázs teniszezik, nem tudom, Feri, te én elég futsz, sokat, gyakran, elég sokat, de nem csak én, sok minden, sokat sportolok, abban jó vagyok. Jani is sokat sportol, úgy tudom, tehát is sportosak, igen, vagytok. Úgyhogy muszáj, egyébként a sport hozzá kell, hogy tartozzon az élethez, és én azt mondanám, hogy a téli időszakban, ha lehet, akkor találjunk hetente háromszor olyan mozgásformát. Most azért már vannak szinte minden községben, városban, már időnként nézem a Szilasligeti Művelődési Ház programját, ugye a kis közösségi házunkban is vannak ilyen női tornák. Na, ezt mondd még egyszer, mit nézel? A Szilasligeti Közösségi Ház programját. Nagyon aranyos. Figyelj, hát tényleg egy analóg srác vagy ebben a digitális óriási világban, én még nyájt puszillak. És mi van a közösségi házban? Mi a női program? Női torna, Pilates torna, tehát hogyha valakinek szüksége van tornára, akkor el tud járni olyan helyekre, ahol a közösségben is van, mert nem mindenki veszi meg az XY hölgynek a videóját is otthon, mert az unalmas lehet. Hát még szerintem... Jani megveszi az XY hölgynek a videóját, csak Aleskának hívják. Más típusú testmozgás. Így van, de én is javaslom mindenkinek, hogy találjon olyan mozgásformát legalább hetente háromszor, amit a neje is élve. Az egyébként nagyon fontos. És ha már egyébként Gábor szóhoz, te én is ajánlom mindenkinek a Pesszent Imrei közösségi ház, a PIK programja.
Jaj, Gábor, Gábor, de szeretlek. Jól van. Szóval okay. Indul egy év, és újra belekóstolunk itt néhány reform témában is reform ételbe. Bízom benne, hogy nagyon hangulatos évet tudunk együtt tölteni, hogyha ti is úgy akarjátok. És hát köszönöm, hogy újra a rovat indulhat. Mehet. Remélem, hogy lesz rá. De figyelj, és a kardiózás, meg a pici kis gyúrás, meg emellett nem fér be valami küzdősport még, hogy mondjuk ilyen, hogyha a hitvitába keveredsz valakivel, akkor egy jó kis sotokán karate technikával. Hát én a tollammal harcolok, és ha már nem úgy, hanem írásor. Igen, szemmel szúrom magam. Igen, oldkor egy jó momblanna úgy kiszúrtam a szemét. Így van. Azért egy nyugdíjas, és csak a 8 diopria vétemek attól, hogy megvan. Nem, az én fegyverem az a könyv, az írás, a szó, a beszéd. Én ezekkel küzdök, és szerintem ennek is van legalább olyan hatása, mint az erőszakos okay. tettek. Gábor, mi volt a reggelid? Mondd el még egyszer, mivel büntetted ma magad? Kókuszos árpakását készítettünk, és kandírozott alojével, mazsolával. Megfigyeltem, hogy azért te kicsit csalsz, mert általában édeset reggelizel. Édes szájú vagy, tehát hogy azért azt, hogy elmosoljál egy ilyen kis, nem tudom, zsíros zsemjét, vagy mackó sajta, azért az ritkán hallom tőled, vagy a zsömlítettél mackó sajta, tehát hogy azért te édes szájú vagy. Igen, mert a nap folyamán igazán nincsen több édes étel nálunk. Tehát nálunk az ebéd és a vacsora is alapvetően zöldséges. Viszont reggel annyi édeset, az, hogy lefordulsz a szék. 16-os cukorral indulsz neki a csütörtök hát reggelnek. Ma kókuszvirág cukor volt a... Kókuszvirág cukor, megőrülök tőled, nagyon jó. Az árpakásában, amiben nagyon kevés kell, és ugye mivel alacsony a glikémiás index, ezért egy jó cukorfőszívódást tett lehetővé. És lefelé a liftben még elmajszoltál másfél gló aranymazsolát. Nem, én a fekete mazsolát fogyasztom, az aranymazsola az egy kicsit ilyen nemesített, mert abban már kevesebb az anyag. De jó az is. Jó, igen. Ja, megijedtél már. Na, de rosszat eszel 30 éve. Azért, mert olcsó. Hála Isten. Na jó van. Gábor, egy hét múlva folytatjuk. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.